Néhány nappal ezelőtt megállapodás született az állam és a versenyszféra állandó konzultációs fórumán a jövő évi minimálbér emelésről. Ezzel párhuzamosan a kormány úgy döntött, hogy a közfoglalkoztatottak bérét is felemelik január 1 -től. A kormány kormány rendeletben döntheti el azt, hogy 2014 évben a lehetőségeit figyelembe véve mérlegelve, hogyan változtatja ennek tükrében a közfoglalkoztatási minimálbért. A héten hétfőn volt kormányülés, és hétfőn döntött is a kormány e tekintetben, és azt tudom önöknek mondani, hogy 2014 évben a közfoglalkoztatási minimálbér. 2,4%-kal növekszik, azaz infláció követő mértékben, ugye a tervezett infláció mértékében növekszik. Magyarul ez egy reál szinten tartást eredményez. Az emelés forrás igénye 4,4 milliárd forint, amely szerepel a jövőévi költségvetésben a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelt 184 milliárd forint részeként. A nyolc órás minimálbér bruttó 77.300, nettóban pedig 50.632 forint lesz. A szakképzett közfoglalkoztatottak garantált bére bruttó 99.100 forint, a nettó mintegy 65.000 forintot éri el. Míg a munkavezető több mint nettó 71.400 forintot keres januártól. Szomba Sándor szerint ezek az összegek az adókedvezményeket is figyelembe véve jelentős megtakarítást eredményezhetnek a családoknál. 2014. január 1-től hatályos adóváltozások, adókedvezmények miatt például egy kétgyermekes közfoglalkoztatottak esetében a nettó bér 9000 forinttal, a legalább három gyermekesek esetében pedig közel 15000 forinttal evenkedik havonta. Hát ezek a készhez kapott havi nettó összegek. Mondok egy példát, ha adott esetben mindkét szülő közfoglalkoztatott, és három vagy több gyermeket nevel, akkor 2014-től, mindkettőjük nettó keresete 76.100 forint kerekitek. Ez azt jelenti, hogy közel 30.000 forinttal többet vihet haza ez a család 2014. január 1 a családi adókedvezmények és az adóváltozásoknak köszönhetően. Szomba Sándor tájékoztatott arról is, hogy a december 1 87 ezer közfoglalkoztatott képzése kezdődött el, a tudásszint felmérés után mindenki a neki megfelelő továbbképzést kapja. Kiemelte, hogy a képzés a jogi alapismereteket is tartalmazza, amely a munkavállalói jogok mellett kiterjed a vállalkozás alapításra is.